Jó napot kívánunk mindenkinek! A Károli Kínai Klubjának, Sinoráma sorozatának az új e-havi beszélgetésén. Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Mai vendégünk Füredi Zoltán lesz, kulturális antropológus, azon belül vizuális antropológiával foglalkozik, és emellett mongolista is, tehát mongol szakot is végzett, és jelenleg az ELTE nyelvtudományi doktoriskolájának, monglisztika doktori programjának hallgatója. Ugye, ami a mai beszélgetésünk apropóját adja, az inkább az ő filmes múltja és a dokumentumfilmekkel kapcsolatos kutatásai és egyéb tevékenységei. Zoltán egyúttal a Palantír Film Vizuális Antropológia Alapítványnak az elnöke is. Korábban egy DocuArt nevű dokumentumfilmes mozit is működtetett hosszú éveken keresztül, ami az első és az egyetlen volt ebben a kategóriában Magyarországon. A Magyar Filmművészek Szövetségének van egy dokumentumfilmes szakosztálya, és ennek is elnökségi tagja. Jó, és most azért kértük meg a Zoltánt, hogy csatlakozzon a klubhoz, mert van Magyarországon egy Taiwan Docs nevű dokumentumfilmes esemény sorozat, amely, ha jól emlékszem, az ötödik Taiwan Docs eseménykor állt le, ugye 2019-ben volt az utolsó, ha jól tudom, ugye tavaly nem volt a vírus helyzet miatt, és hát majd meglátjuk, hogy idén lesz-e. Ugye Zoli, arra szeretnének megkérni, egy kicsit beszélj erről a dokumentumfilm sorozatról, hogy miért fontos az, hogy alakult, hogyan jött egyáltalán létre, vannak-e ennek párhuzamai, csak Magyarországon van-e ilyen, vagy van másutt is, és hogy miért kezdődött ez el, most ugye akkor már 6 évvel ezelőtt átadom a szót, és akkor majd utána beszélgetünk filmekről is. Hát jó napot kívánok, akkor én is üdvözlök mindenkit. Valóban lassan 30 éve ismerjük egymást, megerősítem én is. Szóval ugye mi a Palantír Film Alapítvány keretei között mindig is dokumentumfilmekkel foglalkoztunk. Ennek az az oka, hogy azt gondoljuk, hogy a filmek azok tulajdonképpen olyan típusú bevonódást tudnak a nézőben kelteni, olyan fajta bevonódást tudnak elérni, ami aztán hát képes megváltoztatni az embereknek, a nézőknek a világról alkotott képét, akár az attitűdjeit is. Tehát talán egy hosszabb távú változásokat is el tudnak érni a filmek. És ez úgy általánosan igaz a filmekre, és amiért mi kifejezetten dokumentumfilmekkel foglalkoztunk mindig is, az, hogy a dokumentumfilmeknek van egy olyan fajta hitelessége, egy picikét másképpen nézzük a dokumentumfilmeket. Egy játékfilmbe is természetesen tökéletesen be tudunk vonódni, bekerülünk a film világába, viszont azért mindig ott van az a gondolat, hogy valójában meséket látunk, amit mások tárnak elénk, még egy dokumentumfilm esetében azért nem tudjuk sosem elfejteni azt, hogy valamilyen módon azért itt mégiscsak nyilván ez egy bonyolult kérdés, de valamiféle valósággal találkozunk, ami nem csak egy filmrendezőnek a saját valósága, hanem ennél egy picikét hát közel van a valósághoz. Így azt gondoljuk, hogy a dokumentumfilm ez egy nagyon-nagyon jó eszköz tanulásra, nevelésre, stb., de hogy egyébként a világgal való megismerkedésre és a környezetünknek, a világnak a megértésére, más emberek sorsával való azonosulásra, stb. Na jó, mi ugye azon kívül, hogy időnként dokumentumfilmeket is készítettünk, vagy én is személyesen,
Ezen kívül pedig hát nagyon sok filmszakmai eseményt szerveztünk már így a 2000-es évek eleje óta. Míg nem aztán a, most ezeket nem fogom felsorolni, de nemzetközi antropológiai filmfesztiválokat is szerveztünk. Amikor a DocuArt mozit üzemeltettük a belvárosban Pesten, akkor keresett meg minket a Taipei képviseleti iroda, és egy-két egyedi vetítésre kért bennünket föl, ők hozták a filmeket, és tulajdonképpen hát ott egy ilyen közös szervezésben bonyolítottuk le ezeket az alkalmakat. Míg nem 2014-ben megszületett az a gondolat, hogy egyébként ezt nem is tudom, hogy alakult tulajdonképpen, hogy a részben nyilván megvolt erre a szándék a tajvani oldalról is, részben pedig hát a mi oldalunkról, hogy talán ennek egy másfajta keretet lehetne adni, és egy évente lehetőleg mindig ugyanabban az időpontban, és hát egy körülbelül ugyanolyan keretek között ismétlődő esemény sorozatot hozzunk létre, eseményeket hozzunk létre, valamiféle filmnapokat, vagy filmfesztivált, ilyesmi. Úgyhogy ez egy ilyen közös gondolkodás volt. Az, hogy ezek a filmek, ezek dokumentumfilmek legyenek, és ne általában tajvani filmművészetet mutassunk be, ezt mi szerettük volna, hogy így legyen. Azt gondolom, hogy vannak azért időnként alkalmak, mert tajvani játékfilmek el tudnak jutni európai forgalmazásban is, időnként Európába, meg Magyarországra is, de dokumentumfilmek sokkal kevésbé, illetve, ahogy az előbb elmondtam, nekünk ez a profilunk, úgyhogy milyen módon ehhez így ragaszkodtunk. Azt azért el kell gyorsan mondanom, hogy a Apatócki tanár úr folyamatos vendége, vagy szakértője, hát nem is tudom, mert tulajdonképpen így a staffhoz tartozik a Taiwan Docs esetében, hiszen kezdettől fogva ugye úgy szerveztük mi mindig a vetítéseket, hogy minden egyes vetítés után volt egy beszélgetés. Tehát nem csak egyszerűen levetítettük a filmeket, hanem mindig utána volt egy negyedórás, 20 perces, 10 perces, attól függ, hogy milyen hosszú volt a film, beszélgetés, amire szakembereket hívtunk meg. Ezek olyan beszélgetések voltak, amik időnként mondjuk egy sport témájú filmhez egy sportolót hívtunk meg, tehát időnként a film kifejezetten a témához kapcsolódott a szakemberek kiválasztása, máskor viszont hát kifejezetten sinológus, vagy hát Taiwan szakértőket láttunk vendégül, úgyhogy ez mindig egy ilyen fordított helyzet volt, én voltam a moderátor, tehát van ketten voltunk a moderátorai ezeknek a beszélgetéseknek, a Störlóránd film esztétával. Én voltam mindig a moderátor, és a Apatócki tanár úr volt a vendég, úgyhogy most megfordult egy pillanatra ez a helyzet. A Taiwan Docs-nak azért a kurátora és a kezdeményezője a mi részünkről az a Komlósi Orsi, aki szokta válogatni a filmeket, egyébként a feleségem. Akkor ezek szerint ennek nincsenek a tajvani és egyéb országok között hasonló párhuzamai? Tehát ez csak Magyarországon létezik? Nem. Gyakorlatilag hát ugye a tajvaniak saját magukról azt mondják, hogy igazából így a 2000-es elejétől indult be erőteljesebben a dokumentumfilmeknek is a finanszírozása, de hát azért a 2010-es évek után kezdtek ennek komolyabb eredményei lenni, és a különböző filmfesztiválokra Európába is, Amerikába is el tudnak jutni taiwani dokumentumfilmek. De hogy kifejezetten ezek a filmnapok,
Ezek ugye egyfajta ilyen kulturális misszió keretében valósulnak meg. Tehát ezek nem feltétlenül, nem elsősorban filmszakmai programok, hanem tulajdonképpen egyfajta országimázs terjesztés, promóció, vagy valami ilyesminek lehet elgondolni. Tehát mindenképpen ez a tajvani képviseletekhez és kulturális képviseletekhez köthető, és Európa több országában is van. De ezek így az elmúlt 10 évben így ott jelentek meg. A londoni az egy picit régebb óta van, de hát volt egyébként, azért ez tudott, legalábbis itt az elbeszélések alapján ez időnként azért nehézségekbe is ütközik ezeknek a megszervezése. Nyilván ez mindig ugye az egész a tajpei képviseletnek a léte és a hatása vagy hatóköre az mindig erősen azért politika függő minden egyes országban. Magyarországon szerencsére ezek szépen tudtak működni, ezek a fesztiválok. Ami nekem meglepő volt, amikor először a Taiwan Docs-ra rácsodálkoztam, az az, hogy milyen gazdag merítésből lehet válogatni Taiwanon a dokumentumfilmes szakmán belül. Tehát egész elképesztő, hogy milyen hatalmas mennyiségű dokumentumfilm készül Taiwanon, és ugyan hát nyilván vegyes a felhozatal, és mindig vannak gyengébb művek is, amelyek azért így vagy úgy bekerülnek egy-egy fesztivál programba, vagy egy ilyen Taiwan Docs eseménybe, de azért azt kell mondjam, hogy egyáltalán nincs szégyenkezni valójuk, és azon a széles spektrumon belül, amelyet lefednek az itt bemutatott művek, meglepően sok jó színvonalú, és tényleg nemzetközi figyelemre és érdeklődést tartó művek születnek, hogy általános, hogy egy ekkora országban, vagy mondjuk egy, tehát mondjuk legalábbis nagyságrendben Magyarországhoz mérhető országban ilyen sok dokumentumfilm születik? Hát erre azért kicsi rálátásom van, de hát nyilván ez a filmfinanszírozástól függ, hogy ezt melyik ország kultúrpolitikája tartja. Tehát, hogy hol finanszírozzák leginkább a filmeket. Szóval, hogy ugye azért legalábbis itt Európában ugye két útja van nagyjából a dokumentumfilm finanszírozásnak, az egyik, ami a kultúrpolitikához köthető, tehát az állami filmfinanszírozás, a filmfondok, másrészt pedig a különböző televíziós társaságok, akik hát belépnek és koprodukciós partnerként szállnak be filmekbe. Úgyhogy tehát ez tekinthető, a második az tekinthető egy picikét ilyen üzletibb alapú finanszírozásnak, a másik meg ugye inkább a kultúrpolitika részéről történik. De hát hogyha mondjuk a dánokra gondolunk, vagy nem túl nagy országra, vagy a Belgiumra, tehát hogy nyilván ezek gazdag országok, szóval, hogy... Akkor itt ezek szerint az is szerepet játszik, hogy az egyén, akár mondjuk nem profi dokumentumfilmesként is megengedheti azt magának, hogy ezt mondjuk egy hobbiként művelve előálljon valamilyen produkcióval. Hát ez egy másik kérdés, tehát ugye azt mondod, tehát amire most utalsz, az ugye az, hogy a film az egyfajta népművészet. Hát, mert csak említetted a jó módot, ez nyilván csak akkor engedhető meg, hogyha nem kenyérkereset elől vonja el az idejét az embernek. Igen. És azért azt tudjuk, hogy Taiwan azért viszonylag jó módúnak számít.
Tehát, hogy itt több kérdéskört is hirtelenében érintettél, van az európai és a tajvani dokumentumfilmeknek is egy olyan köre, ami kifejezetten ilyen privát videók, vagy ilyen privát történeteknek az elmesélése. Ezeket sokszor vagy filmrendezők mesélnek el olyan történeteket, amik kifejezetten saját családjukhoz kapcsolódnak, a saját családjuk sorsán keresztül tudnak valamiféle hát általánosabb, univerzálisabb kérdést megközelíteni, de sokszor nem kifejezetten filmesek, hanem egész egyszerűen csak valamiféle dokumentálási céllal hát készít valaki anyagokat a saját családjáról, amik aztán később be tudnak emelődni, tudnak kanonizálódni filmként is. Nyilván ezeknek köze van az a fajta jó módhoz, amit említettél. De annak is köze van, hogy egy filmkészítés, egy filmrendező részéről ez nyilván nagyon nagy energiabefektetéssel és áldozatokkal jár, és hogy rendben van, hogy ezt nem fizeti meg a film, de hogy egyébként fontos, hogy milyen a rendezőnek amúgy a életszínvonala, vagy ilyesmi, mennyire engedheti meg magán, persze. Jó, köszönjük szépen. Szerintem egy bevezető beszélgetésnek ennyi elegendő, főleg arra nézve is, hogy Zoltánnal azt beszéltük meg, hogy előkeres néhány olyan filmet, amelyek mélyebb benyomást tettek rá az elmúlt években, ezek közül a dokumentumfilmek közül. Ugye szerzői jogi okok miatt itt azt nem tudjuk sajnos megoldani, hogy teljes filmeket megnézzünk, de a legrövidebb is általában ilyen 3-4 óra 50 perc szokott lenni, tehát hogy valószínűleg az időnk sem lenne most itt a klub kerektei között erre elegendő, viszont azt meg tudjuk csinálni, hogy megnézzünk trélereket, és azok alapján beszélgetünk egy-egy filmről, és talán ezzel fel is keltjük a klubtagok érdeklődését ezek iránt, a filmek iránt. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy Zoltán, oszd meg a megosztásban az első trélert. Jó. Rendben. Most látjátok, ugye a képen? Látjátok. Igen, látjuk. Jó, hát egyébként itt van a Taiwan Docs-nak a weboldala. Ugye azt látjuk, hogy 2015-ben indult a fesztivál, és hát itt 16, 17, 18, 19, ugye 19 volt az utolsó év, ahogy említetted, körülbelül ugyanabban a struktúrában lehet megtalálni minden egyes évet. És hogyha minden évben készítünk egy filmkatalógust, egy kis lapozható filmkatalógust, amit printben nem szoktunk kinyomtatni, de hogy ezekre rá lehet nézni, illetve itt szépen a filmek szerepelnek magyarul-angolul, lehet belőle tájékozódni. Szerintem levetitek egy, megnézzük ezt a fesztivál trélert, jó? Jó, hát ez a 2009-es fesztiválnak volt a trélere. Annyi, hogy ugye ezeket mi mindig az abban az évben vetítésre kerülő filmekből állítjuk össze, ezeket a trélereket. Tehát, hogy amiket itt láttatok képeket, ezek egyébként nagyon szépen reprezentálják általánosságban a filmeket is. Tehát azért
Néhány trendet így az elmúlt évek alatt azért így meg lehet állapítani. Csak így hirtelnyében az előbb ide fölírogattam, most itt mindenféle prezentáció helyett, tehát hogy azért a természet és a természetvédelem kérdése az minden évben megjelenik. Ugye itt a szigetet körülvevő óceán például, ugye ez egy akkora kincs, és annyira hát próbálják a saját természeti értékeiket promotálni, hogy nagyon sok film van, ami kifejezetten az óceánról szólnak. Aztán hát a feltáratlan múlt, ugye a japán megszállás ideje, vagy a szárazföldi Kínával való kapcsolat, vagy ez, aztán egy másik nagyon nagy téma az őslakosok rehabilitálása. Ugye van egyfajta bűntudata az ausztronéz hát, nyelveket beszélő tajvani őslakosokkal szemben. Aztán a sportkarrierek, nagyon gyakoriak a sportkarrierekben a küzdelemnek, a küzdésnek, a győzés, az önmagunk és mások legyőzésének a motívuma, az nagyon-nagyon fontos. Nem úgy általánosságban, nyilván általánosságban is a sportfilmek erről szólnak, de hogy nagyon erősen ezek a filmek ezt emelik ki, úgy látszik. Aztán ugye bevándorlókról, vietnámi bevándorlókról szóló filmek, ezek is nagyon gyakoriak, illetve vannak ezek a bizonyos, amiről beszéltünk már, egyéni sorsok, illetve a privát videók. Nem csak a privát videók mutatnak be nyilván egyéni sorsokat, de hogy ugye ez általánosságban igaz, hogy az univerzálisabb kérdésekhez, problémákhoz megpróbálunk nagyon szűk fókuszt használni, és saját sorsokon, emberi sorsokon keresztül bemutatni akár globális folyamatokat is. Ezt csak így vázlatnak, így felírogattam hirtelen magamnak, de hogy gyakorlatilag a filmek is körülbelül ezekbe a kategóriákba sorolhatók. És akkor nézzünk meg ebből a 2019-es évből egy filmet, egy filmrészletet. Én a fúcsin, az egy bezájjá a fúcsin. Na, a fúcsin, ne? Én a bába, én egy ényszám nem jó. Amma, ha nem magam ki, mi csangán kinnám lóna. 珍珠港事件的同一天，日军大举南下马来亚，45万华人被屠杀。 不同民族的马来亚人曾经团结来保卫马来亚。我们要求独立，要求民主，他就不答应了，他就开枪。很多同志都埋在深山里面，你们自己亲手有埋过？有。 所以这个历史景点永远忘不了。中国是那个，做什么还要管我们呢？我说，我们也是争取马来多利亚。我白天在中国，晚上做梦在马来西亚的。和平争取民主斗争的人。 无法成为马来西亚人，牺牲生命保卫土地的人，无法成为马来西亚人。那要怎样才能成为一个真正的马来西亚人？ Akkor ez most, ha jól sejtem, az első kategóriába tartozott, amit az előbb felvázoltál, a történeti visszaemlékezésekről szóló dokumentumfilmek közé. Itt ugye bár, tehát itt megint ugye itt migránsokról van szó, menekültekről van szó, maláj menekültekről, illetve
illetve a rendező családjáról. Tehát, hogy itt megint egy saját történeten keresztül, saját szüleinek a történetén keresztül hát mutatja be igazából ezeknek az idős embereknek azokat az emlékeit fölidézve az emigrációt, akik gyakorlatilag évtizedeken keresztül titkolták a származásukat, a maláj kommunista párthoz való viszonyukat, és egyáltalán hát egy ilyen nagyon rejtett életet voltak kénytelenek élni. És itt a tajvani kapcsolat az volt, hogy ennek ez a család később Tajvanra költözött? Annak idején Tajvanra menekültek nagyon sokan. Értem. Jó, akkor ez félreértettem, ez nem volt világos. Igen. Ez már csak azért, az a szempontból is érdekes, hiszen ugye Tajvan, már hogyha a szárazföldre való, vagy a szárazföldről a tajvani szigetre való áttelepülést tekintjük, az sem egy régi történet, de ugye a Malajzia az még frissebb, hiszen az amikor a 60-es évek elején, 62-63 körül emlékeim szerint jött létre hivatalosan, de az ugye még a tajvaninál is frissebb, tehát ott az valóban nagyon recens történelmi emlékeket idézhet föl. Azt persze nem tudom, hogy mekkora ez a Tajvanra menekülő réteg, hogy ez feltételezem, hát itt elsősorban ugye a kínai nyelvű, ugye korábban a brit malajához tartozó lakosságról lehet szó, akik Tajvanra mentek, hiszen az még kézenfekvő lehetett a menekülés szempontjából, feltételezem, hogy szárazföldre kevésbé. Nyilván volt abban az irányban is, de a szárazföldi Kínába kevésbé irányult ez a jellegű migráció. A hirtelnyében itt megtaláltam egy néhány évvel ezelőtti filmet, aminek az a címe, hogy a halhatatlan játék, vagy halhatatlanok játék, ami így fordítottuk, és ez a film, ez pedig egy vietnámi asszonyról szól, aki Tajvanon él. És ezt nagyon szerettük, ezt a filmet, mert Tajvannak akár így a mindennapjait, de kicsit így a hagyományosabb kultúráját is, tehát hogy egy ilyen szélesebb panorámát tudott adni Tajvanról, hiszen ez nekünk mindig szélesebb panorámát tudott adni Tajvanról a saját konfliktusain és a saját hát vívódásainak a bemutatásán keresztül, vagy amellett, és ez nekünk mindig is fontos volt, hiszen azért ne felejtsük el, hogy az a közönség, akik a Taiwan Docs-ra járnak, azok, és ezt hiányolták is többször, hogy ők szeretnék nyilván ez egyfajta ilyen exotikus az exotikumnak a keresése is, de hogy így egy kicsikét így a hagyományosabb tajvani kultúrával is jobban szeretnék találkozni, úgyhogy ez a film ebből a szempontból nagyon szerencsés volt. Ha
又乖又乖，就想要以后大汉会当做这个歌星，做歌艺的歌星啦。但是伊是过侪死哦，愈来是愈无人看，干那许老人爱看，所以阮爸讲，啊无安尼，当回去学马戏团。哎、欸，打你哦，我讲唔见。咱嘛是讲条件歹啊，是安那？为甚物爱带迄个外企的？我就没办法面对了，现在我也得到这些事情，我的孩子受苦了，每天都哭，每天都哭。做的时候，这些囡仔幼稚，一百七十几个，几十个人。不要心理准备，我觉得他可能没有办法太久。想自己要跟台湾人比。家里不要妈妈登越南吗？全部都是到后面一直走，一直叫我。哦，我唔知讲哦，今仔安尼要回来一路都这么困难。Nehéz megszólalni egy ilyen megrendítő téma után, azt gondolom, de egyébként ezt megfigyeltem más, és egyébként deklaráltan hozzá nem értőként megfigyeltem. Itt a Taiwan Dogs Fesztiválon, hogy nagyon szeretik az olyan témákat, ahol valamilyen kulturális jelenség mögött be tudnak mutatni egyéni sorsokat is. Tehát ez mint tényleg ilyen visszatérő
dolog lenne, és nagyon sajnálom, hogy most itt nincs itt velünk Révész Ágota kolléganőnk, mert ugye a Kínai Színházhoz, Operához ő ért, és lehet, hogy itt tudott volna nekünk ezzel kapcsolatban okosakat mondani, hogy a felültes szemlélőnök itt a vietnámi opera az nem nagyon tér el a Dél-Kínában ismeretes opera művészettől, de mondom, hogy ezt hozzá nem értőként és felszínes szemlélőként merem csak mondani. De hogy ugye ezzel a kulturális ismertetéssel gyakorlatilag párhuzamosan fut egy személyi sors, ami tényleg alaposan bevonja a nézőt. Hát most hirtelen a másik ilyen hasonló jellegű dokumentumfilm, ami ment a Taiwan Doxon, az a Sziget, ha jól emlékszem, Sziget volt a címe, amikor ugye egy kis Tajvanhoz tartozó szigeten él egy család, ahonnan be kell hordani a gyereket orvoshoz időről időre, és ott is, hogy milyen erőfeszítéseket kell tenni, hogy ott ez egy 21. századi történet, az ember azt gondolná már, hogy ilyen jellegű nehézségek elég ritkák. Ezek, amik eszembe jutottak ez alapján, a bejátszás alapján. Igen, én közben egyébként próbálom megkeresni azt a filmet, amit említesz, abból szívesen látnál részlet? Igen, azt gondolom, hogy ez jó lenne, hogy ezt megnéznénk, és közben úgy látom, hogy van valaki, aki jelentkezik, pillanat nézem. Én csak egy kiegészítést szeretnék tenni az előző dokumentumfilmhez, a maláj migránsokhoz, de nem dokumentumfilmet, hanem szép irodalmit, ugyanis 2020-ban jelent meg Wu Mingyi-nek, a tajvani írónak a második könyve magyarul, az Ellopott bicikli, és érdekes, mert ennek a történelmi eseménynek pont a másik oldalát világítja meg. Van egy nagyon jelentős része a regénynek, ahol egy Zhou tajvani őslakosnak a háborúban való részvételéről mesél az élettörténetén keresztül, amikor Malajziában harcolt a japán hadsereg részeként, az ezüstkerék hadtestben, ugye ez egy biciklis vagy kerékpáros hadtest volt, és pont a másik oldalát, vagy hát egy nagyon összetett oldalát mutatja meg ugyanannak a történelmi eseménynek, mint amiről az első dokumentumfilmben volt szó. Ezt csak így zárójelben akartam megemlíteni, hogyha valakit érdekel a történet így összetettebben vagy komplexebben, akkor ezt is ajánlom a dokumentumfilm mellé. Köszi szépen, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy levegyem én is a polcra Wu Mingyi könyvet. Esetleg Zoli, megtaláltad közben a... Megtaláltam, ez a Virágsziget. Virágsziget, igen. Virágsziget, igen, Flower Island című film volt. Na, még annyit, hogy ugye ezek nem részletek, csak néha mondom azt, hogy részletek, ezek trélerek, és, de nem kereskedelmi trélerek, amiket most nézegetünk, mert ugye egy kereskedelmi tréler az 30 másodperc, 20 másodperc, maximum 1 perc, vagy ilyesmi, hanem ezek ilyen hosszú előzetesek. De egyébként azért ezt hozzáteszem, hogy maguk a tajvani filmek is általában hosszúak, és lassúak, én azt gondolom, hogy így magyar szemmel, vagy ilyen európai szemmel, európai nézőként egy picikét túl részletesek, tehát nagyon-nagyon belemennek a részletekbe, és nagyon kivárják azt a fél percet, amíg nem szólal meg a interjú alany, és utána még hozzátesz valamit, vagy tehát, hogy nem sajnálják az időt egyáltalán attól, hogy nagyon részletesen és mélyen el tudjunk mélyülni ezekbe a hogy bele tudjunk kerülni ezekbe a történetekbe. Úgyhogy ez egy jellemző ezekre a filmekre. Aztán hát ez valaki, ugye ez nem biztos, hogy feltétlen mindig, úgy mondjam, fogyasztóbarát. De akkor lehet azt mondani, hogy ez a tajvani iskola, és hogy ez jellemzőjük, vagy egyszerűen... Hát 2000-es években is azt mondták, tehát amikor a...
Sőt, tehát már a 90-es években, amikor ugye a kínai játékfilmek bekerültek Európába, és először lehetett látni kínai játékfilmeket Európában, akkor is azt mondták azokra is, hogy sokkal-sokkal lassabbak, mint az európai filmek. Én szerintem csak erről van szó. Szerintem csak erről. A másik viszont, amit nagyon szeretnek, és én nagyon nem szeretem, ez az állandó aláfestő zene. Tehát, hogy van egy állandó, nagyon sok zene van a filmekben, és nem túl sokféle, hanem nagyon sokszor ez az ilyen, hát ilyen zongora zene, ami így tényleg így aláfest, így hangulatilag picit. Igen, és ilyen melankolikus, ugye? Kicsit melankolikus, igen. Tehát nem túl funkcionális sokszor, és nem organikus, tehát nem él együtt sokszor a filmmel, hanem így elindul a zene, és akkor tudjuk, hogy filmet nézünk. Ölem kácsítaj, náukvási csúká,这个地方有个古老的传说，当年吕洞宾渡海来台时，一脚跨越台湾海峡，坐在澎湖的望岸上，另外一只脚则踏在花屿。 Igen, itt azért nagyon nem domborodott ki maga a sztori. Ugye ez egy olyan kis sziget, amely Penghuhoz, tehát a Pescadores sziget csoporthoz tartozik, ami Tajvan felügyelete alatt van, de egy nagyon apró sziget, tehát ilyen 2-3 focipályányi az egész. Tehát tényleg egész elképesztően kicsi. Ennek ellenére, hogy van iskolája, meg minimális közművek, de hogy például orvosi szolgáltatás az nincs a szigeten, és ugye a főszereplő ennek a kisfiúnak a családja, aki ugye a fogyatékkal élő kisfiú, és őt kell időről időre bevinni a szárazföldre orvosi ellátásért. És hát tényleg megint csak nem tudok más mondani, mint hogy megrendítő a történet, hogy micsoda igyekezet és micsoda erők kellenek ahhoz, hogy bejussanak, ugye hajóval, de ugye ki kell várni azt az időszakot, amikor csendes a víz, mert nem lehet akármilyen vízen átvágni a szárazföldre, és hogy ahogy mondtam, hogy annak ellenére, hogy a 21. században élnek, mennyire el vannak vágva a külvilágtól ezáltal, hogy ezen a aprócska kis szigeten élnek. És a másik pedig az, hogy megint csak ugye ilyen kettős a történet, hogy egyfelől hallunk egy olyan szigetről, amelyről korábban legalábbis a nézők nagy többsége valószínűleg az életben nem hallott, de még talán szigetcsoportról sem, és mellette pedig látunk egy egyéni sorsot, tehát így megismerünk valamit, egy szeletet a tajvani történelemből és kultúrából. Ugye itt van egy kis szentély is, amely szerepel a történetben. Másfelől pedig ugye látunk egy egyéni sorsot, úgyhogy azért is gondolom, hogy ez valószínűleg szándékosan kereshetik a rendezők, mert valahogy ezt nagyon gyakran látom a tajvani dokumentumfilmekben, és itt is ugyanez ez a kettősség szerepel. Igen, tehát hogy ugye ezeknek a tehát ez a tehát ezeken a szigeteken megtalálható kis emberi szigetek, ez szintén foglalkoztatja folyamatosan, azt hiszem, a tajvani dokumentumfilmeseket, mert nem ez az egyetlen film, ami ott játszódik. És a másik még, ami eszembe jutott, hogy ez azért a tajvani közönségnek is szól viszonylag erőteljesen,
mert ugye a Pescadores szigetek, tehát Penghu, az úgy él a tajvaniak jelentős részében, mint ahova nyaralni szoktak menni, hiszen gyönyörű tengerpartok vannak, repülővel könnyen és gyorsan megközelíthető, de hát ugye nem az összes sziget, hanem mondjuk a fősziget jellemzően, ahova menni szoktak a turisták Tajvanról, és itt hát teljesen más látunk ezen a szigeten, tehát itt viszonylag elmaradott élethelyzeteket, kevéssé kiépült infrastruktúrát, és hát kemény sorsokat látunk. Ez nem, vagy ritkán lát ilyesmit a tajvani néző, hogyha ezekre a szigetcsoportokra gondol. Jó. Van egy vonulata a filmeknek, amelyek kifejezetten ugye Tajvan természeti szépségeivel foglalkozik. És természeti, illetve bármiféle olyan értékeknek a felmutatásával, amik akár turisztikai szempontból fontosak lehetnek, akár pedig így az ország imázs szempontjából. És 2018-ban volt egy filmünk, ami, hát ez egy grandiózus vállalkozás, eredetileg ezt 3D-ben forgatták ezt a filmet, és kifejezetten, tehát ennek már kifejezetten egy ilyen, hát egy, tényleg egy ilyen ország promóció célja volt, ebben nézzünk bele. Ez a Formosa című film.有人说台湾最美的风景是人，这句话只说对了一半。我们拥有的东西实在太多太多了，我们看见了吗？3D的影像是有力量，是可以感动人的。所有人都跟我讲，其实早就是他刚拍的哦，你去拍3D，可是大家不知道，原来台湾是这么棒，台湾是这么美的。 这块土地上的人事物堆积出了一个主题，叫做台湾。因为有这些可爱的人，这些坚持的人，我们才有的留下这么多好的文化跟环境。帮台湾留下更好更多的东西，看到台湾的自信，你就可以很骄傲的跟大家讲，这些就是我们台湾。 Na igen, hát nem tudom, hogy ez mennyire szól tajvani közönségnek, vagy mennyire csak kifele, ugye abból a célból, hogy kommunikálják a... Az is kérdés számomra, hogy ez mennyire dokumentumfilm, mert azért, ahogy mondtad, ez egy ilyen országpromóció, nyilván egész más büdzsével forgatva, mint egy normális dokumentumfilm, és azért... Amellett, hogy nyilván olyan szempontból jó, hogyha valaki Tajvanra szeretne utazni, vagy Tajvanra jobban megismerkedni, lásson ilyen dolgokat is, de azért ezek nem azok a látványok, amelyek első alkalommal, vagy legalábbis nagyon egyszerűen a Tajvanra látogatóknak a szemébe ötlenek, hiszen ezeket a szerkeszt, vagy a filmrendezői készítő is, hát, hogy is mondjam, nagyítóval keresték ezeket a helyszíneket Tajvanon, hogy még találjanak olyat, aki valóban űzi a kovácsmesterséget, vagy olyan természeti területekre, ami még nem a hegyekben van, és még sincsenek rajta turista hordák. Szóval ez azért, hogyha csak abba belegondolunk, hogy Tajvanon a lakosság arány mondjuk Magyarországhoz képest milyen, hiszen ugye ez egy... durván Magyarország harmadán elhelyezkedő területének megfelelő sziget, amelynek szintén durván körülbelül a harmada az, ami lakható, hiszen a magas hegyekben nem lehet ilyen sok
vagy nem tud ilyen sok ember élni, tehát hogy egy mondjuk két megyényi területen él 23 millió ember, azért nem ezek a természeti képek a jellemzők. A hegyekben persze igen, ott könnyen, vagy könnyebben találni ilyen helyeket, de amikor a tengerparton, ott a keleti partot láttuk a nagy sziklás részeken, ott is persze vannak ilyenek, de azért inkább a zsúfoltsága jellemző Tajvanra. A másik pedig az elképesztő méretű industrializáltsága az egész szigetnek, tehát azért nem ezek a képek, amelyek elsőként egy turista szemeügyérbe kerülnek, tehát igen, látványos, de mondjuk ilyen szempontból nekem nem tetszett annyira ez a film, mert tényleg úgy éreztem, hogy egy reklámot nézek. És egyébként a kínaiak is nagyon szeretik, a szárazföldi kínaiak is az ilyen jellegű ország bemutatásokat, de inkább reklámokban látunk ilyen felvillantott képeket, és a valóság azért nagyon ritkán hasonlít erre. Hát igen, persze. Persze, igen. Én is ezt csak egy ilyen példának akartam felhozni, hogy volt, amikor beszerkesztettünk ilyet is, ilyen filmet is a programba, mert azon túlmenően, hogy tényleg egy ilyen nagyon színes katalógus, ugye Tajvan látnivalóiról mindenféle értelemben, a maga viccességével, időnként a rizsföldeken integető pásztor, vagy mi ez a parasztnénikkel, vagy nem is tudom, hogy mi volt. Ez azért mindenképpen árulkodik egyfajta szándékról, vagy arról, hogy legalábbis ők maguk mit szeretnének, vagy mit látnának szívesen saját magukról, vagy nagyon szívesen mutogatnak. Szerintem nézzünk bele, említettem, hogy nagyon sok film, most az előbb a hegyvidékeket hoztat föl, nagyon sok film játszódik a különböző, hát akár hegyvidéki, de vagy akár tengerparti törzsek, őslakos törzsek témakörében, és azt gondolom, hogy egy ilyenben nézzünk bele. Jó? Ez a Mi házunk című. Az nagyon jó kis film. Az. Igen, igen. Ez egy nagyon egyszerű film egyébként, egy nagyon hagyományos, teljesen a beszédmódja, a szerkesztése, de igen, de ilyen nagyon szerethető film volt, és valahogy a nézőkhöz is így közel állt, ahogy emlékszem. Talán kettő结婚了，然后一起去找那些。 太阳要建造至少要80公里，爬从海拔1000公尺的中级山这样搬到平地啊。 Itt ugye a sztori az, hogy itt megpróbálnak egy kicsit közeledni a saját őseiknek a történetéhez azzal, hogy visszaköltöznek a hegyekbe, vagy legalábbis a hegyek lábához, és elhagyják a várost, és ott építenek Kalákában az ismerősökkel maguknak házat, és oda költöznek. Ugye ez adja a kerettörténetet. Én egyébként, és megint csak ugye személyes preferenciáimat mondom el, ami persze egyáltalán nem kell, hogy mérvadul legyen bárki számára, de jobban szeretem ezeket a történeteket, ahol ilyen kis egyéni helyi sztorikat látunk, és nem valamilyen grandiózus
nagy történetet, vagy legalábbis nem próbál többnek mutatkozni a film, mint ami, és valahogy ez így közelebb áll hozzám. Igen, hát itt ez egy tanárember és a családja, és van egy ilyen, szerintem egy ilyen nagyon szerethető, ilyen megkapó, nagyon ilyen egyszerűsége, vagy ilyen tisztasága ennek a tanárembernek, ahogy így viszonyul így a saját múltjukhoz és az ősökhöz, meg a hagyományokhoz, amiket ő is úgy próbál úgy felszívni, vagy saját maga is csak egy másodkézből, tehát valamilyen módon rekonstruálva kap meg, de nem nincs benne semmi visszatetsző szerintem, hanem nagyon természetes módon működik. Na, tehát, hogy ebben a filmben ugye ez egy nagyon egyszerű és picikét olyan kicsit romantikus történet, így ami nincs sem különösebb konfliktus, vagy hogyha van benne konfliktus, akkor ez valahol máshol, vagy ilyen nagyon mélyen húzódik. Viszont nagyon sok olyan film van, ami kifejezetten a főszereplőnek vagy főszereplőknek olyan küzdelméről szól, amikor így meg kell küzdeniük a saját származásukkal, vagy tehát amikor egy picikét ezekben a törzsi hétköznapokban is bele tudunk pillantani, ami nem annyira romantikus mindig, mint például ebben a Formosa filmben, vagy most itt, amikor ugye a házépítést, amikor ezt az atalai házat próbálják rekonstruálni. De van pont egy olyan sportfilmünk, mert hogy ezt kifejezetten ezt is szeretik, amikor olyan szereplőket találnak, akiknek egyébként ilyen törzsi háttere van. Úgyhogy van például egy ilyen sportfilmünk, ez az Élet súlya című film volt, ami súlyemelő lányokról szól. 他一直在幻想我以前挺过一百一，但是现在为什么呢？只有举呢四五十，啊，有的时候呢腰又不敢用力，怕又受伤。 现在是他考验他，没有人能够帮他靠他自己能不能站出来。其实还蛮感谢阿妈他们的，因为我一生出来就被阿妈照顾啊，然后我爸爸妈妈他们就出去外面去打零工啊赚钱这样，啊，然后我也顺便跟我阿妈讲说，我想要拼试试看看啊，看可不可以。 有自己的那个很好的路，这样。我不知道是不是因为我腰痛啊，做动作出不到力，因为我会怕弄到，我会很痛。他说不要练，我要干嘛？我要工作嘛？啊，什么都不会，又要重新学。那时候教练很鼓励我，说我很烦啊，没有成绩了，教练要照顾我。 很愧疚呢，对呀、啊。因为我们张家就我一个人练运动，我爸爸那边的姐妹又很不喜欢我妈妈，就都笑她姐姐女生啊。我就叫她说，就要照顾好身体，你一定要撑住，要看到我站在最高的地方。万一我撞在里面啊，这就是担心去那个国家了。 新的环境哦，他容易会胃痛，所以那时候我就想到说，啊，就身上给他带一包土啊。他的害怕，他不会讲，除非我主动跟他讲，他就会说对，是。我没有在为失败找借口，那时候看到台词我真的吓到。 我以前永远都是最胆小那个，永远就是那个边边最角落那个，是自从教练局中吧。
可以让我变得比较有自信心，比较有那个勇气、勇敢，所以我要改变自己，去加入举重队。我说我要变强，加入举重队。是你的心一定要不大写无语，我也是拿你没辙。这可是你自己的选择呢。当初我不是要你写这个，你应该很了解我的意思。我考上了又怎么样？我没有钱读书了。什么人讲规定你会当随便去抓你那房间的？你为了一个男生，为了一个男人，要追求你的爱情，追求成这样，你再大的冒险你都敢？你把这个对的对的规定在哪里？你也没有成功，我怎么对得起你妈妈？你这是比出你妈妈带着落寞的那个神情从后门那里走出去，我看你妈妈的背影，我都想哭啊！站长站好，充实的接进去，站好。为什么我就是没有办法压制这个东西？这个恐惧的感觉，那个恐惧就一直在跟我好几年了。Mostani beszélgetésben ez volt az első, amikor nagyon éreztem azt, amit mondtál, hogy mennyire zavaró ez a zongorás aláfestés. Tehát itt sokszor úgy éreztem, hogy nagyon, nagyon mély dolgokat látunk, és annyira, hogy is mondjam, nem illett hozzá ez az aláfestés, hogy egy kicsit olyan olcsóvá tette az egészet. Pedig maga, amit láttunk, az pedig tényleg súlyos dolgok voltak. Ez kicsit ilyen kötelező elemszerű. Igen. Ezek a filmek azért látjuk, hogy azért nagyon sokszor sikerül tényleg nagyon közel kerülni az eseményekhez, vagy nagyon közel kerülni így az élethez. Tehát már úgy értem, hogy a kamerának, vagy a rendezőnek a kamerával nagyon sokszor ott vannak benne, tényleg kísérik a szereplőket, és olyan pillanatoknál is jelen vannak, amiket hát egyébként úgy nem nehéz lenne úgy levadászni, vagy úgy mondjam. És akkor még mondtad, hogy az ultramaratonos filmről is nézzünk valamit? Hát, ha szívesen nézem. Ha kéznél van. Mondom, ez szerintem azért jó példa, mert azt is lássuk, hogy nem csak olyan filmek vannak itt a portfólióban, amelyek így vagy úgy, de kötődnek a tajvani tradíciókhoz, kultúrához, háttérhez, stb., hanem egyszerűen csak a tajvani a főszereplő. It's a beautiful morning today. We've got the sun shining. It's nice and cool. It's about 20 degrees. 喂，爸，你走啦？啊，差不多归到非洲，布基纳法索，适应的还蛮良好的。等明天比赛了，大地啊，回归大地啊！每一次的训练，每一场比赛，都是全力。I very enjoy it. 还有六天，220公里，目标是三米，跑平衡完赛。哎，过了好几天了，全世界都不知道我在哪里。
这个冠军。来。I want an opportunity. 好休息。好休息。啊，我都没有怎么休息，因为我怕被弃权。四天已经跑将近380公里了，很远很多的山路，只有今天受不了了，好累啊，真的好累啊。我喜欢跑步，跑步让我自由。我想告别没人阻挡，每次的终点其实都是起点。每个瞬间像谁还要活在身上，谢谢那个我都坚持了下来。是我的梦想，kár, hogy nincs itt Simonyi Balázs barátunk, mert akkor ugye ő is forgatott egy kicsit hasonló filmet ehhez, az Ultrát, és pont ebben az évben jött ki, ha jól emlékszem, amikor ez a film is megjelent. És akkor még egy annyi műhelytitkot lehet, hogy elárulnék, hogy Zoltánnal nekem volt szerencsém egyszer együtt forgatni Mongóliában, és ugyan teljesen outsiderként vettem részt benne, de... Most ezt a filmbejátszást megnézve az jutott eszembe, hogy, és akkor megint csak visszatérünk az anyagi lehetőségekhez, amelyek ugye befolyásolnak egy dokumentumfilm létrejöttét és a minőségét is, hogy itt azért még laikusként is észreveszi az ember, hogy itt hát legalább 2-3, ha nem több kamerával forgatnak, különböző beállításokból látjuk ugyanazokat a jeleneteket, nagyon jó a képminőség, nagyon profi a vágás. Hogy mit gondolsz, hogy milyen stáb kell egy ilyen filmnek az elkészítéséhez, másrészt pedig, hogy gyakori-e, hogy ennyire profin készülnek Tajvanon a dokumentumfilmek? Mert azért ehhez hasonló profizmust én viszonylag kevés filmben láttam. Szerintem nem gyakori, hogy ilyen típusú, most nem azt mondom, hogy szintű vagy színvonalú, nem is tudom, hogy milyen, vagy professzionális, vagy nem is tudom, hogy milyen szót használtál, de hogy ilyen típusú filmek készülnének tömegével. Hát ugye itt ez végtelenül drámai, végtelenül felemelő, tényleg egyszer fönn, egyszer lent, fürdünk a kínokban és a vérben, és aztán pedig felemelkedünk a felhők fölé, és hát tényleg egy patika mérlegen van adagolva a dráma ebben a filmben, és egész elképesztő képekkel, itt nagyon komoly zenével, hihetetlen hangja van a filmnek. Hát nyilván ez egy, nem tudjuk valójában, tehát ez egy óriási stáb, rengeteg újrajátszott, külön fölvett jelenet. Tehát ugye a világban mindenütt hódít ugye az úgynevezett kreatív dokumentumfilmeknek tehát ezt így szokták hívni, kreatív dokumentumfilmeknek ez a filmtípus, amikor maga a film nagyon erősen egy rendezői szándék alá rendelődik, és hát egyébként véleményem szerint, ezzel nem biztos, hogy nagyon népszerű vagyok, de ezek a filmek nagyon erősen elszakadnak a valóságtól sokszor. Na, de hogy ez sokkal inkább ebbe a vonulatba illeszkedik. Akkor úgy látszik, hogy hasonló volt a benyomásunk. Most akkor ismét megkérdezem még a jelenlévőket, hogy esetleg van-e valakinek kérdése, mert így végére értünk a mai alkalomnak, úgyhogy ha még van
valami, amit szeretnének Füredi Zoltántól megkérdezni, akkor itt a lehetőség. Hát ő Zakatóc kitalál úttal. Hát, amennyire én tudok válaszolni bármire, én is szívesen megteszem. Megint Bogi, úgy látom. Igen. Felteszem a második kérdésemet is ezekkel a természetvédelmi filmekkel, vagy természetfilmekkel kapcsolatban. Ugye minden kategóriában nagyon, nagyon kemény sztorikat láttunk, míg ez a Formosa országi más film egy nagyon más világot mutatott be, és hogy az mennyire jellemző a természetvédelmi dokufilmekre, hogy problémaorientáltak legyenek. Tehát, hogy ne az ország szépségét mutassák be feltétlenül, hanem beszéljenek azokról a természetvédelmi problémákról, amik mondjuk Tajvant is sújtják, vagy sújthatják, vagy hatással van a szigetre. Hát azt hiszem, hogy azért ez merész lenne, hogyha én erre a kérdésre megpróbálnék válaszolni, mert nem tudok. De például pont 19-ben, tehát az utolsó Taiwan Dogs, remélem, hogy majd azért formálódik a következő is, hogy elmúlik a rettegés, de hogy ott volt például ez a Rákföld misszió. Igen. Film, ami például kifejezett egy ilyen problémát járt körül, hogy a szárazföldi rákoknak ugye a költőhelyéről, ahogy vonulnak ezek a rákok, ezt keresztül metszették egy autópályával, vagy valami nagyobb úttal. És az egy országút, mi nekünk volt szerencsénk járni arra, és megnéztük ezeket a helyeket, az egy országút egyébként, de valóban ott nincs más közlekedés, tehát hogy közlekedési lehetőséget, tehát tényleg teherautóktól kezdve minden arra felé megy. És hát hogyan indul el egy tényleg ilyen a társadalomnak ilyen szélesebb rétegeit is megmozgató helyieket is, a hivatalos természetvédelmet is, civil szervezeteket is, akár külföldi aktivistákat, vagy szakértőket is megmozgató projekt. Köszönjük szépen, letelt az időnk. Remélem, hogy sikerült fölvillantani néhány olyan dolgot a klubtagok számára, amelyek kicsit közelebb hozták a tajvani dokumentumfilmek világát, és ahogy Zoltán már egy fél mondatban említette, csak reménykedünk, hogy idén lesz folytatása a Taiwan Dogs sorozatnak, és amennyiben lesz, akkor ott ismét találkozni fogunk, és újabb remélhetőleg jó filmeket meg fogunk tudni nézni. Egyébként ez a rendezvény ingyenes szokott lenni, tehát nincs kifogás, aki a közelben van, és kicsit is érdeklődik Tajvan iránt, annak ott lesz a helye ismét ősszel. Jó, köszönjük szépen Füredi Zoltánnak, akkor viszontlátásra mindenkinek!